dolgoznak. Néhány napja elkezdődött a bátonyterenyei iskolák felújítása. A munkálatokra közel 500 000 000 forintot nyert a város önkormányzata. A pénzből 3 intézmény újul meg. Energetikailag korszerűsítik az egyházi általános iskola, a Fáy és a Váci épületét. Megemlékeztek! Az aradi vértanúk tiszteletére rendeztek október 6-án városi ünnepséget Bátonyterenyén, a Nemzeti Összetartozás parkjában, ahol műsort adtak a Bartókos diákok. Beszédet mondott a város vezetője és Hollik István országgyűlési képviselő, sőt koszorúztak is. A 13-akról egyébként nem csak itt, hanem a helyi szakképzőben is megemlékeztek. Rajtuk ütöttek. Bűnözői csoportot számoltak fel a központi szervek és a nógrádi rendőrök összehangolt munkájának eredményeképpen nemrég. A csoport tagjai nálunk, sőt más megyékben is betöréses lopásokat követtek el. Volt, hogy lángvágóval nyitottak ki egy páncélszekrényt. A TEK kommandósai fogták el őket. A híradót látják, üdvözlöm Önöket! Jó hírrel indítunk! Elkezdődött a bátonyterenyei iskolák megközelítőleg 500 000 000 forintos felújítása. A szakemberek a napokban kezdték a munkát, és most gőzerővel dolgoznak, hogy elkészüljenek a határidőre. A 450 000 000 forintos keretösszegből, melyet a helyi önkormányzat nyert, energetikailag korszerűsítik a Fáy András szakképzőiskolát, a Váci Mihály gimnáziumot és a II. János Pál pápa katolikus iskolát is. Ezekben az intézményekben többek között kicserélik a nyílászárókat, a radiátorokat hőfokszabályzókkal látják el, és az épületek külső homlokzatát is hőszigetelik. Azt, hogy hogyan is dolgoznak a szakemberek, mennyire haladnak a munkákkal, nemrég a város polgármestere is megnézte. Nagymajda József ekkor híradónknak azt mondta, reméli, hogy határidőre elkészülnek a korszerűsítések. Én bízom benne, hogy a decemberi határidőig mind a három intézményt be tudjuk majd fejezni, és ezen túlmenőleg meg fognak szépülni, és energetikailag pedig egy sokkal biztonságosabb, sokkal hatékonyabban működő intézményre tudunk átadni a város megnyugvására és örömére. Új parkoló épül Maconkán az ottani temető mellett. A munkákon a bátonyterenyei közfoglalkoztatási program emberei dolgoznak. Először gépek segítségével alakították ki a parkoló helyét, most pedig a betonelemek lerakásánál tartanak. Jól haladnak vele, úgy tudjuk előreláthatólag novemberre végeznek a fejlesztéssel. Utána mintegy 20 autóval tudnak majd leparkolni ott a temetőbe látogatók. Komolyabb figyelmet fordít a bátonyterenyei önkormányzat az eddig kissé elhanyagolt szupataki település részére is. A nemrég kialakított korszerű csapadékvízelvezetők után most járda is épül ott, mintegy 300 méteren. Ezen a közmunkaprogramban foglalkoztatott helyi lakosok és kőművesek dolgoznak. Úgy tudjuk, ennek a szakasznak a teljes felújításával még ebben az évben végeznek majd. A közfoglalkoztatási program keretében két buszmegállót is akadálymentesít még az idén a bátonyterenyei önkormányzat. Korszerűsítik a várakozó helyet a Petőfi művelődési ház előtt és a Szorospataki úton is, a Dózsa-György út kereszteződésénél. Tájékoztatott minket Molnár Ferenc képviselő, akitől megtudtuk azt is, egy-két héten belül végeznek a munkálatokkal, többek között a buszmegálló kiemelésével, újra betonozásával, melyek utána mozgássérültek is biztonságosabban és egyszerűbben tudnak majd közlekedni az említett helyszíneken. Folyamatos a csapadékvízelvezetők karbantartása Bátonyterenyén. Csak a falusi település részen eddig 5 kilométert tisztítottak meg a közmunkások, melyek egy része kemény burkolatot is kapott. Tudtuk meg szintén Molnár Ferenctől, az önkormányzat képviselőjétől, aki kifejtette azt is, a rossz idő beálltáig minden település részen elvégzik a szükséges munkálatokat, sőt ezentúl felszámolják az illegális hulladéklerakókat, sőt karbantartják a belterületi utakat is. Szeptember 26-án születi mulatságot tartottak Bátonyterenyén, rendhagyó módon, most a Petőfi művelődési ház kertjében. A felvonulás ugyan a rossz idő miatt elmaradt, de így is számos program közül válogathattak az eseményre látogatók. Nagymajdon József polgármester és Molnár Ferenc képviselő köszöntő beszéde után színpadra lépett a Palóc népdalkör, a Mutla táncegyüttes, a Rivalda és futkározó színjátszó csoport, a Maconka táncegyüttes és az Ófalusi hagyományozók is műsorral készültek. A továbbiakban a hídvégi band Szegafrédó, valamint a Dalárda gondoskodott a jó hangulatról. Az eseményről bővebb összeállítást a kitekintőben láthatnak majd.
Családi napot rendeztek szeptember 27-én Bátony terenyén a Bányavárosban, idén immáron második alkalommal. A rendezvény helyszínéül ezúttal is a Bartók Béla általános iskola udvarát választották a szervezők, akik számos programmal kedveskedtek az odalátogatóknak. Tartottak például kispályás labdarúgó tornát, zumba bemutatót, volt koncert és főzőverseny is. Már kora reggel gyülekeztek a főzőcsapatok a helyi Bartók iskola udvarán, készültek a finomabbnál finomabb falatok. A későbbiekben kispályán fociztak az óvisok, valamint a nagyobbak is. Utána jó ebédhez szólt a nóta, ahol meg lehetett kóstolni a jó ízű, palócos ételeket, amiket ott készítettek, na meg persze a hozzájuk passzoló különféle nedüket is. A továbbiakban ingyenes egészségügyi szűréseken vehettek részt a látogatók, volt zumba edzés, koncert, sőt a gyerekek is számos szórakoztató program közül válogathattak. A főszervező azt mondja, akik részt vettek ezen a napon, azok biztosan jól érezték magukat náluk. Ide ellátogatott ma a Bányavárosba, ide a második családi napra, szerintem mindenki tartalmas és jó programokat láthatott és jó érezhette magát. Az aradi vértanúkra emlékeztek október 6-án Bátony terenyén a Nemzeti Összetartozás parkjában. Az esemény a himnusz után a Bartók Béla általános iskola tanulóinak műsorával indult, majd Nagymajdon József polgármester mondott beszédet, de megosztotta gondolatait a hallgatósággal Hollik István országgyűlési képviselő is. A rendezvény végül koszorúzással zárult. Mindenről bővebb összeállítást a kitekintőben láthatnak majd. Megemlékeztek a 13-akról a Fáy András szakképzőben is. Ezen a helyszínen szintén volt irodalmi műsor, melyet a 12-es tanulók adtak elő, sőt a 10-es rendésznövendékek még fogadalmat is tettek az intézmény udvarán, dr. Nagy László ezredes, megyei rendőrfőkapitány előtt. Az esemény hátralévő részében a jelenlévők megkoszorúzták a hősök emlékére állított kopjafát, volt díszmenet, ágyúlövés, valamint megújítottak egy együttműködési megállapodást is. Bátony terenyei cégeket is segít a kormányzat, nagy összegű támogatást ítéltek meg ugyanis 8 kelet-nógrádi vállalkozásnak a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében, tájékoztatta híradónkat a térség országgyűlési képviselője. Becsó Zsolt ismertette, a több mint 322 millió forintos Európai Uniós keretből jut a Bátony terenyei KTS Metaltechnik Kft.-nek, két címen a Mátra Fűtőber Kft.-nek, a Prestolédi Kft.-nek, a Pásztói Krobo BT-nek, a CG Kft.-nek, valamint a Salgótarjáni Lexion Kft.-nek és a C. Roy Kft.-nek is. A képviselő hozzátette, a vállalkozások a pénzt munkahelyteremtés célzó termelői kapacitás bővítésére, illetve piaci megjelenésük támogatására kapják. Sajtótájékoztatót tartotta a Magyarországi Munkáspárt 2006 Európai Baloldal Bátony terenyei szervezete a napokban, ahol Vajnai Attila országos elnök a gyermekszegénység és gyermekéhezés megszüntetésére tett javaslatot, valamint ismertették a kárpátaljai magyarok javára szervezett akciójukat, és a leendő küldöttgyűlés részleteiről is tájékoztatást adtak. Az európai baloldal elfogadhatatlannak tartja, hogy a szegénységben élő gyermekek megsegítését olyan alacsony jövedelmi szinthez kötik, amely felett is még jelentős nélkülözéssel kell szembenézniük a családoknak. Ezt sajtótájékoztatón közölték híradónkkal, amit Bátony terenyén tartottak meg a napokban. A párt azt javasolja, hogy azok a gyermekek kapjanak ilyen támogatást, akiknek a családjában az egyfőre jutó jövedelem nem éri el az 50 ezer forintot. Továbbá olyan támogatási formát is kidolgoznának, melynek köszönhetően ezek a gyerekek nem csak az oktatási intézményekben jutnának hozzá az ennivalóhoz, hanem otthon is. Fel kell emelni azt a küszöböt, ami alatt ugye ez a támogatás jár. Ezen felül mi úgy gondoljuk, hogy meg kell emelni a támogatás összegét, mértékét, hiszen számos esetben tapasztalunk olyan jelenséget, hogy a gyermekek, akik megkapják a melegételt mondjuk a iskolában vagy különböző oktatási intézményekben, otthon már, főleg például hétvégén nem jutnak megfelelő minőségű vagy mennyiségű élelmiszerhez, ennivalóhoz. Tehát olyan helyzetbe kell hozni ezeket a családokat, hogy a gyerekek ne csak az iskolában, ne csak a közintézményekben tudjanak rendesen enni, étkezni, hanem a családon belüli szegénységet is fel tudjuk számolni.
A sajtótájékoztatón bejelentették még, hogy a baloldali szervezetekkel és a Magyar Vöröskereszttel közösen gyűjtésbe kezdtek, hogy így támogassák a kárpátaljai magyarokat. Az adományokat több élelmiszerüzlet környékén, illetve a Vöröskereszt és a Magyar Szocialista Párt Salgótarján irodájánál várják október végéig. Ezeket aztán majd eljuttatják a rászorulóknak. Mindezeken túl azt is megtudtuk tőlük, hogy a szövetség készül a 27. tisztújító kongresszusára, amelyet november 28-án rendeznek meg Budapesten. A nógrádi választmány egyébként már megtörtént, itt a megyei elnök Gordos Gábor lett. Most pedig jöjjön néhány rendőrségi hír. Bűnözői csoportot számoltak fel a központi szervek és a nógrádi rendőrök összehangolt munkájának eredményeképpen, derült ki a Nógrád megyei rendőrfőkapitányságon tartott sajtótájékoztatón. Mint azt megtudtuk, a csoport tagjai Nógrádon túl további 9 megyében, illetve Szlovákiában 3 helyszínen követtek el betöréses lopásokat. Az elkövetőket a júliusi karancsaljai posta kirablása után egy hónappal sikerült elfogni, akkor már 3 ügy vonatkozásában is bizonyítékokkal bírtak ellenük a rendőrök. Az ezt követő időszakban a nyomozás tovább folyt, és összesen 23 esettel gyanúsították meg a csoport 3 előzetes letartóztatásban lévő tagját, köztünk megyénkből a közelmúltban karancsaljai és a drégeipalánki betöréses lopásokkal. Elkövetési módszereiket szintén a karancsaljai esettel szemléltették, ahol a riasztóberendezést kiiktatva jutottak be az épületbe, majd ott lángvágóval nyitották ki a páncélszekrényt. A 3 szabolcsi férfit még augusztus elején fogták a posfőnatek. A bűnözők az egész országot bejárták, folyamatosan keresték a potenciális helyszíneket, így jellemzően a kispostákat és polgármesteri hivatalokat, de az adhok elkövetés is előfordult. Az eljárást a továbbiakban a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság szakértők bevonásával folytatja. Új pszichoaktív anyag forgalomba hozatal előkészület vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást egy 39 éves bátonyterenyei férfi ellen a rendőrök. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai október 6-án Pásztó belterületén igazoltatták a férfit. Ekkor, illetve az azt követő házkutatáson közel 30 g tömegű, nejlontasakba csomagolt, fehér színű port, valamint mintegy 40 g tömegű, fehér színű kristályos anyagot találtak meg és foglaltak le a nyomozók. Az előzetes igazságügyi szakértői vélemény alapján a férfitől lefoglalt por és kristályos anyag új pszichoaktív anyagnak minősül. A férfi által bérelt ingatlanban megtartott házkutatáson a rendőrök további új pszichoaktív anyag gyanús kristályos, valamint több gram növényi törmeléket és ezek adagonkénti csomagolásához szükséges tárgyakat találtak meg és foglaltak le. A 39 éves bátonyterenyei lakost a rendőrök előállították és kihallgatták. A nyomozást igazságügyi szakértők bevonásával folytatják. Lőszereket gyűjtött egy 65 éves salgótarjáni férfi, lőszerrel visszaélés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak ellene eljárást. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság televíziónkkal közölte, az egyenruhások a napokban tartottak házkutatást a férfi családi házában és az ahhoz tartozó melléképületekben, továbbá egy a férfi által használt hétvégi házban. A nyomozók a házkutatások során közel 300 különféle kaliberű és típusú lőszert foglaltak le. Hozzáteszik, a salgótarjáni rendőrkapitányság vizsgálati osztálya szakértők bevonásával folytatja további eljárást. Kiállítás nyílt október 7-én Király Mandi festőművész munkáiból a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központ klubtermében. A tárlat az Akvarelljeim nevet kapta, hiszen a munkák ezzel a technikával készültek. Összesen 40 kép került kiállításra a helyszínen, melyek között megtalálhatóak virágok, tájképek és emberek is. Ezeket november 2-ig lehet megnézni. Gyermekkorom óta nagyon szeretek rajzolni, festeni csak 3 éve festek. Édesanyám beteg ágya mellette eltöltött hosszú idő késztetett arra, hogy a bánatomat, a tehetetlenségemet valahogy valamilyen formában levezessem, és segített, tehát megnyugtatott, örömet adott a festés.
mindamellett, hogy szegény édesanyja azóta már nincs, mégis a festés mint olyan megmaradt, és nagyon örülök neki, mert képezem magam azóta is, és a festés megvan, ezt szeretem. Önálló kiállításomra sajnos még nem került eddig sor, de most nagyon boldog vagyok, hogy ez itt a szülővárosomban is, Salgótarjánban megtörténhetett. Ezért külön köszönöm, akik ebben segítettek nekem. Továbbra is jó formában van a Bátony Terenyei Teke csapat, legutóbbi mérkőzéseiket sorra megnyerték. Győztek Mezőtúr, Sajóbábony és a Postás együttes ellen, sőt legutóbb hazai pályán még a Nádújfalut is legyűrték 5-3-ra. A mérkőzésen új pályacsúcs is született, melyet a BTK játékosa Sáfár Zoltán állított fel 553 fával. Bátony Terenye csapata jelenleg a második az MB2 keleti csoportjában, őket egyedül a Szanki OPS-e előzi meg 10 ponttal. Dolgoznak. Néhány napja elkezdődött a Bátony Terenyei iskolák felújítása. A munkálatokra közel 500 000 forintot nyert a város önkormányzata. A pénzből 3 intézmény újul meg. Energetikailag korszerűsítik az Egyházi Általános Iskola, a Fáj és a Váci épületét. Megemlékeztek. Az aradi vértanok tiszteletére rendeztek október 6-án városi ünnepséget Bátony Terenyén, a Nemzeti Összetartozás parkjában, ahol műsort adtak a Bartókos diákok. Beszédet mondott a város vezetője és Hollik István országgyűlési képviselő, sőt koszorúztak is. A 13-akról egyébként nem csak itt, hanem a helyi szakképzőben is megemlékeztek. Rajtuk ütöttek. Bűnözői csoportot számoltak fel a központi szervek és a nógrádi rendőrök összehangolt munkájának eredményeképpen nemrég. A csoport tagjai nálunk, sőt más megyékben is betöréses lopásokat követtek el. Volt, hogy lángvágóval nyitottak ki egy páncélszekrényt, a TEK kommandósai fogták el őket. Önök a híradót látták, viszontlátásra!